Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérik tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint. Először is megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A Skorpión jegye felett Mars bolygó uralkodik. Mars bolygó az indiai számítás szerint augusztusban a Kos jegyében van, ahol szintén uralkodik, és így megvan a Skorpión jegyénél is ez az erős Mars energia, ami utal az életerőre, vagy a férfiasságra, de olyan távolságban található, ami néha bizonytalanságokat vált ki. Tehát a Skorpión jegyében születetteknél lesznek olyan pillanatok, amikor fáradtak, kimerültek, vagy nem tudják azt, hova fektessék be az energiájukat. Vénusz bolygó szintén olyan távolságban van, ami bizonytalanságokra utal a szerelmi élet területén. Merkur bolygó az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van, és ez olyan távolság a Skorpión jegyétől, ami kellemetlen, lehet egy rossz hír, egy előnytelen szerződés, de Merkur bolygó gyorsan mozog, hamarosan elbúcsúzik az oroszlán jegyétől, és áttér a szűz jegyébe, akkor jobban alakulnak majd a dolgok. Jupiter bolygó szerencsét hoz. Jupiter bolygó a halak jegyében, a víz elemében van, és a Skorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia, egy szép kapcsolat. Szaturnusz bolygó az a bak jegyében van, és a bak jegye az a föld eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme harmóniában áll egymással. Szaturnusz bolygó kihat a sors utatokra. Augusztus 12-én teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt célokról van szó. Az a fontos, hogy ne add fel a céljaidat, vagy legyen egy konkrét cél. Augusztus 27-én új hold van. Ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt, és ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll, ami egy ilyen királyi csillag, és utal a szívünkre, mutatja mindazt, amit szeretünk, amit kedvelünk. Augusztus 1-én Uránusz bolygó és Mars bolygó együtt hat. Uránusz bolygó utal változásokra, és ez a férfiaknál lesz így. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele mozog, jelenti a változásokat, ezen a napon még ugyan nem lesz változás, de utána visszafele halad, tehát visszafele kell tekinteni a múltba. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, és ez lesz egy meglepetés, vagy ezáltal lesznek változások. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi a lelki társad, vagy utal a férfiakra. Köztetek itt a barátság és a hűség. Ez a gyűrű jelenti a kapcsolatot, és ez a kulcs, a magabiztonságot, azt is, hogy itt kinyílik számotokra egy ajtó. Ezek a lehetőségek, itt lesz mozgás, és ez kihat a szerelmi élet területére. Mivel mindketten itt felül vagytok a képen,
és fölöttetek nincsenek kártyák, azok jelentenék a gondolatokat. És ez arra utal, hogy vagy nem engeded azt meg, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, vagy azt is jelentheti, hogy ne beszélj a terveidről, különösen a barátoknál vagy ismerősöknél. Ti mindketten ebbe az irányba tekintetek. A hold az jelenti az érzelmeket, vagy az anyukát is jelentheti, azon kívül utal az intuícióra. És az intuíció mellett itt vannak az utak. Itt lesznek lehetőségek, itt lesznek fontos döntések. Itt a ház jelentheti az otthonotokat, a környezetet, mint például a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonságot. Itt tisztázódik valami, és ez szerencsét hoz. A téli hónapokban voltak itt még nehézségek, de a gólyák azt jelentik, hogy itt megváltozik valami, kiderül az igazság, napfényre kerül, a park szintén a nyilvánosságra utal, tehát itt nem szabad valamit eltitkolni. Vagy ha valaki eddig eltitkolt valamit, akkor az most kiderül, ez szerencsét hoz számotokra. Itt vannak a változások, és ez a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, egy meghívást. Itt ez a torony jelentheti a korlátozásokat, vagy egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Itt a fa mellett lehet kórház is, de szerencsére itt vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek lezárják ezeket a korlátozásokat, vagy ezeket a hivatalos dolgokat. Itt az ostor azt jelenti, ha valaki meg akar bántani téged. Itt látható az ostorral egy vonalban a kígyó, és ez utal egy hölgyre. Tehát ez a nő meg akar téged vagy őt bántani, de nem sikerül, hiszen az egerek eltávolítják az ostort. És itt lesznek fontos beszélgetések. Itt ez a kártya jelentheti a munkát vagy a hivatást is. A kígyó nem csak egy nőre utal, hanem jelenti a változásokat, a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt. Itt van a könyv, és ez jelenti a tudást, a továbbképzést, a tanulást, és itt gyógyító erőről van szó, szóval lehet, hogy ez a hivatásod. Amennyiben itt egy nőről van szó, ez a nő eltitkol valamit. Ez lehet egy kolléganő is, hiszen itt van ez a kártya, ami utal a munkára. De ő nem tudja ezt eltitkolni, hiszen itt kiderül az igazság, és ez nyilvánosságra kerül. Itt ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást, a gyermek pedig egy új kezdetet, vagy munkát gyermekekkel. Itt van az életerő, és itt az utak jelentik a változásokat és döntéseket. Itt ez az új kezdet, és ez a levél jelenti már a szerződéseket is. Ami eddig átláthatatlan volt, az lezárul, mert a koporsó lezárja ezt a helyzetet. A koporsó lezárja a hamisságokat is, különösen, ha az anyagiakról van szó, mert a halak jelentik az anyagiakat. Ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, de akkor légy óvatos, mert itt valaki be akar csapni téged. Ügyelj a szerződésekre, ügyelj az anyagiakra. De itt látható a sarló, és elvágja ezt a helyzetet, vagy ezt a személyt, tehát eltávolítja ezeket a kártyákat. Itt
Ez a fa nem csak egészségügyi témákra utal, hanem a biztonság érzetére, amikor úgy érzed, hogy oda érkeztél, ahova szerettél volna, hiszen itt le tudsz gyökerezni. Ez ad neked életerőt, a halak jelentik az anyagi biztonságot, itt van növekedés, amit még a halak jelentenek, ezek az értékek. Ezek lehetnek belső értékek is, egy szép kapcsolat kettőtök között. Itt ez a hajó jelenti a reményt, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. Ezt megerősíti a kereszt, hiszen a sors utatok kereszteződött. Tehát itt van egy kármikus szerelem kettőtök között. Amit ez a kereszt még jelenthet, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ez lehet egy utazás, külföldi kapcsolat. Itt ez a kép jelenti, hogy itt előre mennek a dolgok. Ezen a kártyán ez a mozgás jelenthet mindent, ami mozog, sportot vagy autót. De egy autó eladásánál, vagy egy autó vételénél legyetek óvatosak, ami az anyagiakat illeti, ami a szerződéseket illeti, hiszen itt van a hamisság, valaki be akar csapni benneteket. Viszont a szerelmi élet területén itt a remény, és így előre mennek a dolgok, és a kereszt jelenti a hitet is, így ebben a szerelemben. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Megvan köztetek a kapcsolat és a bizalom. Itt fontos döntésekről van szó, de ne beszéljetek a terveitekről. Itt láthatóak az érzelmek vagy kapcsolat a családdal, az anyukáddal. Itt a családban rendeződik valami, és ez szerencsét hoz. A téli hónapokban voltak nézeteltérések, de ez megváltozik, hiszen itt a gólyák megváltoztatják ezeket az eseményeket. A ház és a gólya együtt jelenthet egy költözködést is. Második hét, augusztus hónapban itt látható. Az engerek eltávolítják a korlátozásokat, vagy egy hivatalos dolgot. Lesznek változások, ami szerencsét hoz, lesz egy kellemes meglepetés. Itt van az életerő, a gyógyító erő, és az anyagiakat illetően itt növekszik valami. Lesznek kapcsolatok, szerződések, légy magabiztos, itt kinyílik számodra egy új ajtó, lehetőségek. Harmadik hét augusztus hónapban itt látható. Ez a gyermek utalhat egy új kezdetre. Itt van egy hír vagy szerződések. Ami átláthatatlan volt, vagy hamisság volt, azt lezárja ez a koporsó. Sőt, itt ez az ostor, ami megbántott téged, ez is elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a kártyát. Kiderül az igazság, napfényre kerül, és itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, vagy azt, hogy megkapod az elismerést. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, utazások, mozgás. Utolsó hét augusztus hónapban, itt látható ez a kígyó, ez jelentheti a változásokat, a gyógyító erőt, a tanulást, lehet, hogy ez a hivatásod. Itt lesznek fontos beszélgetések, mert a madarak utalnak a kommunikációra. De ez a kígyó lehet egy nő is, és eltitkol valamit előled, itt van a munka, a hivatás, lehet egy kolléganő, és ez a nő feléd tekint,
figyel téged, és meg akar bántani. Ez még van átláthatatlan, de mint mondtam, itt kiderül az igazság. És ez a kasza elvágja ezeket az eseményeket, vagy ezt a nőt, lehet, hogy elbúcsúzik a munkahelyről, és akkor itt megvan a szerencse. Ami a szerelmi életet illeti, itt a sors utatok kereszteződött, tehát van köztetek egy kármikus kapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!